A mérkőzés előtt a debreceniek álltak jobban a tabellán, ennek ellenére a hazaiak számítottak esélyesebbnek. Az első 10 percben még tartotta a lépést a Nyírbátorral a Deac, aztán növelni kezdte előnyét a házigazda. 20 perc után már 6 góllal vezetett Falcsik Miklós együttese, és ez a különbség megmaradt a félidő végéig. A második játékrészt csendesebben kezdték a csapatok, 10 perc alatt mindössze 4 gól született. Kettős ember hátrányba került a Nyírbátor, a Debrecen felzárkózott 3 gólra, de ezzel el is lőtték puskaporukat a vendégek. Gyorsan visszaállt a 6 gólos különbség, így a hajrá már izgalommentes volt a hazai csapat és a hazai szurkolók számára. Tudtuk, hogy egy nagyon ügyes, jó kézlabdásokból álló kis csapat. De azt is tudtuk, hogy fiatalok, akiket esetleg elvihet a hév, illetve taktikailag még nem olyan érettek, mint akár az én játékosaim. Ez mondjuk látszott akkor is, amikor én fiatalabbakat küldtem a pályára, hogy volt néhány olyan idézőjelben taktikai fegyelmezetlenség, ami ez még a korukból adódik, tehát a rutintalanságból. Ezt a srácok most ezt a korkülönbséget, ezt a testsúly, kilogrambeli különbséget is, ami a mi javunkra hajlott végig, nagyon jól kihasználták, úgyhogy én most gratulálok ezen a fórumon is a csapatnak. Megérdemeltük, úgy gondolom, nagyon nagy győzelmet, nagyon sokat tettünk érte edzéseken is, és itt a mérkőzésen is. Volt egy adott szakasz, amikor a kiállítások miatt kicsit közelebb kerültek hozzánk, de végig úgy éreztem, hogy a kezünkben tartjuk a mérkőzést. A vendégek edzője nem csak az eredménnyel, hanem csapata játékával sem volt elégedett a mérkőzés után. Meccsek óta nem tudunk jól játszani, igazából nem tudok mit mondani rá, nagyon, nagyon gyengék vagyunk, úgyhogy lehet, hogy ennyit tudunk, olyan képességeink vannak, Nyírbátor minden játék minden elemébe jobb volt most, úgyhogy én igazából gratulálok a csapatnak, Nyírbátornak, a én csapatomnak pedig nyilván nem. A fiatal Beregi Márk egyre több lehetőséget kap a nyírbátori csapatban. Mint elmondta, nem lepte meg őket a debreceniek játéka. Készültünk a mérkőzésre, igazából számítottunk a nyitott védekezésükre is, és igen, olajozottan működtünk. A második fél időben ezzel a 4-2-es védekezéssel kicsit sikerült minket elbizonytalanítaniuk, de abból is felálltunk szépen. A forduló további eredményei a következők: Hajdúböszörmény Hajdúszoboszló 28-31, Hajdúnánás Tiszavasvári 33-27 és Balmazújváros Kisvárda 23-27. A tabella élén a 8 pontos Balmazújváros áll, megelőzve a szintén 8 pontos Kisvárdát. A 6 pontos Nyírbátor a 4. helyen várja a jövő hétvégén esedékes hajdúnánási vendégjátékát.